Hogyan tudjátok összekapcsolni a környezetvédelmet a fenntartható fejlődéssel? Ugye mind a kettőnek az a célja, hogy megőrizzük. Rász Zsófia, az ENSZ ifjúsági küldötte a jövő környezetvédelmi szakembereivel beszélgetett a Kocsis Pál mezőgazdasági és környezetvédelmi szakgimnázium és szakközépiskolában szerdán délelőtt. A téma a fenntartható életmód volt, ami a fiatalokat láthatóan érdekelte. A bioételek, mert az, amit eszünk, az sem mindegy, hogy milyen. Meg fontos az egészség is, mert ugye nyilván is hosszú távon van. Akkor szerintem az erdőknek a megtartás is fontos. A találkozó és a közös foglalkozás célja nem csak a globális témák átbeszélése volt. Rász Zsófia 2017-től elsőként láthatja el, ha a magyar ifjúsági küldött szerepét az ENSZ-ben, ami komoly feladatokat is ró a fiatal egyetemistára. Amikor itthon vagyok az ENSZ képviselőjeként vagyok itthon, amikor pedig az ENSZ-ben vagyok, akkor a magyar fiatalok érdekét képviselem. Ezt viszont csak úgy tudom megtenni, hogyha tudom, hogy mik az érdekeik, mik a problémáik, mik a megoldási javaslataik. Úgyhogy most nem is előadást tartani jöttem ide, sokkal inkább egy kötetlen beszélgetés. A középiskolás diákok nem először mondhatták el véleményüket és ötleteiket, melyek közül több megvalósult már. Az egyik megvalósult például itt a Kocsis iskolában, amit a diák önkormányzat kezdeményezett, és jutott felém levél kérés formájában, az pedig ugye ez a térfigyelő kamerának a kihelyezése volt, ugye itt a Kocsis iskola előtt. A cél a nyílt párbeszédben, hogy a politika reagálhasson a fiatalok igényeire. A városban két olyan fórum is működik, a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat, valamint az Ifjúsági Tanács, melyeken keresztül a gyerekek képesek kommunikálni és elérni céljaikat.